Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornán! 2024. november 27-e van. A mai videóban az ajtónyílásokkal fogok foglalkozni. Itt van két helység, ahol már ki lett bontva az ajtó, és ki kell alakítani valami standard méretet az ajtónyíláshoz, hogyha megérkeznek az ajtók, akkor pontosan meglegyen a helye, és elő legyen készítve a púrhavozásra. Lehet korábban mérve, úgyhogy tudjuk a méreteket, egy 210 cm magas ajtóról lesz szó. Hát itt ez a magasság már eleve nem fog megfelelni, úgyhogy itt a tetején majd vágnom kell, biztos, úgyhogy itt nagy flexel egy port kell majd csinálni. És a szélessége pedig lesz 90, illetve 88, 1 cm a púrha jobbról és balról, úgyhogy így egy 90-es nyílást kell kialakítanom, itt most jelenleg a nyílás az 94 cm. Úgyhogy innen is fel kell építenem egy kicsit, hogy legyen sarok, meg majd onnan is. Itt úgy képzelem el, hogy itt lesz egy ilyen 10 centis kávarész, és akkor utána kezdődik az ajtó. És akkor megnézzük, hogy ennek a ajtófélpának, megnézzük, hogy ennek a kávának a másik oldalán mi van. Itt látható a tegnapi munkám közben, megmutatom, ki lett vakolva a fürdőszoba, és most ez szépen szárad, és viszont itt na itt az van, hogy itt ugye találkozott a két ajtófélfa, úgyhogy itt egy kicsit jobban szétesett az egész rendszer, és hát valami sarkot ki kell alakítani, mert nincs semmihez méretet venni. Egy az, hogy innen hiányzik a vakolat, úgyhogy ezt a síkot kell tovább folytatni elsősorban, úgyhogy itt mindenféleképpen meghatározó ez a külső sarok, és onnan fogod tudni már érni jobbra is, meg balra is, és ezt a sarkot kell legelőször kialakítanom. Már nézegettem a nagy vízmértéket, ha ide tettem, akkor ez nagyjából be is tud állni függőbe. És így, ha függőleges megtalálja a vízmértét, akkor ezzel a ponton kéne támasztani. Valahogy így. Illetve innen föl kellene venni ezt a síkot, hogy eddig lógjon ki a sarok. Így és így, hogy az a falnak a folytatása megöljön. Tehát itt kellene, hogy elkészüljön ez a sarok, és akkor mindjárt lehet is látni, hogy ilyen két-három új anyagveszteségünk van itt, ami hiányzik a sarokból, úgyhogy ezt mindenféleképpen hőszigetelő habarccsal tudom csak fölrakni, mert mi mással lehetne szépen kifaladni, mint a hőszigetelő habarccsal. Vágtam is ide egy ilyen kis támasztófát. Ebből egy picit meg tudom támasztani a vízméretét, meg a tetejét, hogy ne dőljön el, és akkor egy kicsit stabilabban fog állni, amíg elkezdem a folyamatot. És akkor leellenőrzöm újra a falsíkot, hogy mit hoz. Itt jó. Ehhez kellene igazodni, ehhez a vízmértékhez, hogy itt ez a sarok legelőször is ez épüljön fel. Egy kicsit mozog, úgyhogy ezt még alul megtámasztom egy faékkel, hogy ne tudjon billegni a vízmérték. Aztán, amikor elkezdem föltölteni a hőszigetelő habarcsat, akkor már stabilan oda fog ragadni, úgyhogy nem fog mozogni. Próba a kanállal, hogy mennyire ragadós az anyag, ez mindig fontos. Akkor
fog oda jól ragadni, hol az anyag, hogyha van ragadó képesség. Közelebbről is megmutatom, ekkora hézagot kell bepakolnom. Látjátok, van egy ilyen 3-4 centi helyenként. Na, úgyhogy így elhelyezem ide ezt a kamerát, hogy lássátok, hogy mit csinálok. És akkor talán ebbe a kamera állásba akkor jó lesz a program. És akkor így helyezkedek el, hogy lássátok a folyamatot. Tehát megtámasztottam, hogy ne tudjon kifordulni oldalra. Be van állítva a vízmérték, azért leellenőrzem a síkját. Tehát így hozza a vakulatnak a síkját. Úgyhogy ez lesz az a pont, ahol el fogom kezdeni fölépíteni a sarkot. És az anyagot bekevertem. Először mindig ide a sarokra, ahol a legtöbbet kell rakni, oda kezdjétek el fölpakolni az anyagot. Hát most ez itt mélyen be fog nyomódni mögé a vízmértékkel. Egy kicsit a falba is ilyen meg kell kenegetni, hogy találjon kapaszkodót, ne csak a vízmértékkel. Megpróbálom egyből fölpakolni az egész sarkot, úgyhogy azt fogjátok látni ebben a videóban, hogy ez az anyag milyen klasszul meg tud állni a helyén. Így. Következik majd egy jó erős masszázsarok, amihez lehet építkezni. Jó lenne most már valami nevet adni a gyereknek. Lehetne például a neve. Szalaga Bobi. Jó, mondom, belekerül egy kicsit abba a felületbe is, ahol kapaszkodni fog véglegesen ez az anyag. Úgyhogy itt a falat megpróbálom egy kicsit összemaszatolni. Itt már vékonyan tegnap belekentem egy kis maradék anyagot, de sokat most nem szoroz az 1 centi. De mégis talán kapaszkodunk azért jó. Ugye most a fal és a vízmérték megvezeti a glettvasat. Úgyhogy ilyenkor a legfényebb közé húzni az anyagot. És ezt így, ahogy látod, ez így fog megkötni. Repedésmentesen meg fogom mutatni a következő videóban, hogy milyen lett. De most egyelőre haladok tovább. Gondolom azért lehet érzékelni egy videón keresztül is, hogy haladok a feladattal. Tehát nem arról van szó, hogy valami szemfényvesztés, vagy valami trükk. Ezzel az anyaggal így lehet dolgozni. Csinálok az egy ellenőrzést, hogy nem ment el a teteje. Oké, a helyén van, úgyhogy haladhatok vele tovább. Ez az a fajta anyag, amivel te is tudsz vakolni. Bekevered magadnak egy ilyen nagyobb habarskeverő edénybe. Ilyen jó ragadós legyen az anyag. Különösebb szerszám nem kell hozzá. Egy kőmös fanállal is fel tudod kenegetni. Nem fog lásni az anyag.
ami lecsöpög, visszaveszed és újra felhasználod, és utána egy lefassal szépen el tudod igazítani. Kisebb falon kezd el a gyakorlást, csinálj két vezetősávot, a szépen függőlegesen beállítod, vízmértékkel, egy napot hagyod pihenni, másnap bereszeled, hogy még egyenesebb legyen a síkja, akkor megint le tudod ellenőrizni vízmértékkel. A két vezető között felhúzod az anyagot. Bekenegeted, és glefosszal felhúzod, és fogod látni, hogy hova kell tenni még anyagot, oda még raksz bele anyagot, így szépen belekened. Fogod látni, hogy hol kevés. Vagy ezt is fogod érzékelni, hogy valahol sok. De sokat, azt észre fogod venni, mert lefos viszi magával. Tehát kicsit ilyen trehányom, fölkenegeted, és utána egy lefos segítségével szépen felhúzod. És hogyha a helységben csináltál ilyen vezetősávokat magadnak, akár lehet többet is, egyre nagyobb falakat fogsz tudni kivakolni vele. Először picivel kezdje. Csinálj két vezetősávot, csinálj, próbáld ki a vakolj közé ilyen anyaggal. És akkor megtanulsz vakolni ebből az anyagban. Nincs benne semmi ördögtől való dolog, úgyhogy, mint ahogy láthatod is, hogy ezt a nagy vastagságot, amit hiányzott, ezt milyen szépen kialakítottam, és mindjárt azt is megmutatom neked, hogy hogy lehet frissen elvenni a vízmértéket a helyéről. Még egy kicsit ide a tetejébe kenek, most már ott se hiányozzam. Azért kell, hogy jó ragadós legyen az anyag, hogy ne repüljön el a kanálok. Hogy oda tud kanállal kenni, ahol akarod. Ha a kanálról nem esik le, mint az előbb, de ez azért esett le, mert ugye lógott a szélén, akkor keveseket vegyél, vagy majd ahogy megszokod és jön a gyakorlat, egyre többeket tud szétkenni a kanálnak az elejével. Megtanulsz vele vakolni. Kanálra úgy vedd fel az anyagot, hogy ne itt legyen a tetején, ne itt legyen az anyag, hanem fordítva. Itt, mert akkor tudod lefordítani róla. Hát ez egy fontos kis praktika, hogy nem mindegy, hogy a kanálon hol van az anyag. És a glefosat meg általában fölfele húzzad, bár nem sértődik meg az anyag, ha lefele húzod a glefosat, de azért a gravitációt azt nem tudja legyőzni, úgyhogy az anyag akar jönni lefele, ezért érdemes fölfele húzni, és akkor jobban kisimul, vagy esetleg oldalra. Mind a két megoldás működik. Ha már azt kezded látni, hogy a glefoson kezd megszáradni így az anyag, most még nincsen rajta megszáradva, de nem tudom, hogy mit kell vele tennem. Kömbös kanállal is lehet, de a legjobban egy spaklival tudok róla levenni az anyagot. Néha érdemes így tisztán tartani a glefosat, hogy ne száradjon rá az anyag, és akkor folyamatosan szépen tudsz vele dolgozni. Na hát, ahol esetleg nem lett olyan tökéletes a felület, ott majd egy reszelővel másnap vagy harmadnap szépen be lehet igazítani a helyére, hogy tökéletes legyen a síkja. De például itt ez a felület az ajtó fogadására tökéletes lesz. Na, az történik, ha így hagyod a vízmértéket, hogy akkor holnapra oda fog kötni. Mivel ez tele van műgyantával, ez az anyag, meg mindenféle ilyen adalékszerrel, ez nem úgy van, mint a malter, hogy majd szépen elreped, ezt holnap elveszem a vízmértéket, nem fog elrepedni. Ha így hagyod, holnap le kell fűrészelni. Na most, ha nem akarsz fűrészelni, akkor most frissen le kell venni a helyéről,
és ezt következőképpen tudod megcsinálni. Ha itt ez a vakulat rész nem nagyon vastag, akkor fogod és így oldalra megtolod. Tehát ez az egyik megoldás, ezt palettánál is, ablakkávánál is tudod majd gyakorolni. Már mutattam videókban, amikor az ablakkávát csinálom, hogy itt szépen oldalra eltolom, és már le is engedte, így frissen. Miközben a sarok nem esett szét. Viszont itt most nagyon sok ragasztó van mögötte, úgyhogy valami olyan célszerszámot kell használnod, ami szépen elvágja a hőszigetelő habarctól a vízmértéket, úgyhogy erre hozok egy megoldást. Egy madzag, vagy egy vékony drót, vagy valami erős, most én egy ilyen erős műanyag szálat találtam itt lent a udvaron, úgyhogy ezt hoztam föl. Ezzel szépen elvágom a vízmértéket az anyagtól, így. Tehát itt szépen elvágom az anyagtól, és utána, most nem tudom állítsa a kamerát, hogy elhiszitek, hogy így vágom végig. Higgyétek el. Tehát, ami oda volt ragadva, azt szépen végigvágtam, hogy ne legyen olyan nagy a tapadási erő, és akkor szépen át tudom venni a vízmértéket. És akkor mindjárt meg is mutatom erre az oldalra, hogy mit fogunk látni. Tehát így nem szakítottam le a sarkot, megmaradt szépen a sarok a helyén, és akkor erre vigyázunk egész nap, hogy ne menjünk neki. Finoman bele lehet nyúlni, bele lehet igazítani, hogyha akarsz. Hogyha valami olyasmit látsz, hogy valahol darásfészkes vagy ilyesmit, de nem számít, jó az így, ahogy van, így fog megkötni. Holnapra kikeményedik, és akkor két nap múlva meg már olyan kemény lesz, hogy beszerhető. Megmutatom minden a másik oldalra is, hogy milyen. És akkor ezt fogod látni a másik oldalról. Hogy így gyönyörű szépen keletkezett ide egy egyenes sarok, így végig, egész le a földig, amihez már lehet venni a méreteket. Ez itt tökéletes. Na, akkor jön ennek a falszakasznak a párja. Hát, hogyha szerencsénk van, akkor óvatosan meg is tudjuk csinálni. Tegnap közben volt egy kis javítás. Itt volt még egy horony, ami múltkor kimaradt, úgyhogy ezt ugyanúgy betöltöttem ilyen hőszigetelő habarcsa. Ebből is látszik, hogy milyen sok oldalú ez a hőszigetelő habarcs. Megreszelem, hogy itt ne legyen sorni a szélén. És ide lehet támasztani a másik oldalról a vízmértéket, megnézni, hogy elég szöget és függőleges zárjon az előző vakulathoz. Ide kitalálok valami támasztást, de már megnézni a másik oldalról is, hogy mit mutat. Hát innen megtámasztom, nem látszik a kamerában, hogy csinálom. Innen akár ezt a másik vízmértéket megtámasztom. Szépen függőleges. És már is lehet tovább alakítani itt ezt a kis ajtókávát. Vajon úgy kéne valahogy helyezkedni, hogy lássátok tovább a mozzanatokat. Próbálok így, hogy megint rá lehessen látni a feladatra. Nehéz mindig berendezkedni, hogy én is lássam, amit csinálok, meg ti is lássátok, amit csinálok. Vigyázok, hogy ne menjek neki. Talán ide láttok, és... Hát esetleg lehet arra gondolni, ez az előbb lemaradt, hogyha akarsz egy kis portalitást csinálni, várjál. Azok a poros téglákat egy kis permetezővel, ha így megfújod, akkor esetleg kicsit a tapadást még jobban elősegíted.
De ha nem fújod meg, akkor csak kenegesd oda, akkor is oda fog kötni. Finoman megtartom a vízmértéket, hogy nem mozduljon ki a helyéről. Kicsit átmozgatom az anyagot, majd kicsit néha nem állt át. Mert ő szépen lassan a kötés beindul benne, és ha nem mozgatod, akkor ugye egyre jobban, egyre masszívabb lesz az anyag. És egyre kevésbé lesz bedolgozható. De ha folyamatosan mozgatásban, mint ahogy a mixerbeton is szállítja a betont, forog a tartály folyamatosan, akkor a képlékenysége megmarad. És akkor vigyázva erre a friss oldalra, mert ugye könnyen le lehet lökni a helyére. Nem kell nagyon közel menni hozzá. 4-5 centi távolságra már megállok a kanál elejével, hogy nehogy véletlenül az legyen, hogy ezt kilököm a helyére. És ez egy tökéletes anyag lesz ahhoz, hogy tudja majd fogadni az ajtót és a burhabozást. Figyelni kell a függőlegesre, hogy ne mozduljon ki a helyéről. És ha tetszik a videó, és még idáig nem tetted meg, hogy feliratkozz a csatornára, akkor iratkozzál fel a csatornára, nyomj egy lájkot. Van egy csomó videó fönn, amit ilyen anyaggal dolgozok, nézd meg a videókat. Ha nem ismered a csatornát, akkor majd megismered. Nagyjából ebben a témával foglalkozik. Meg azzal, hogy hogy tudok nektek segíteni. Milyen építőipari praktikákat tudok nektek megosztani. Hogy tudsz könnyebb. Esetleg hogy tudsz egy kicsit könnyebben boldogulni, hogyha saját magadnak csinálod az építkezést. Ha kisebb mennyiségben szeretnél kipróbálni ezt az anyagot, akkor tudsz tőlem rendelni ilyet, keressél meg az e-mail címen keresztül, és akkor megbeszéljük, hogy mennyire lenne szükséged, mit szeretnél vele kiavítani. Bekeverem neked szárazon, már csak a keverővizet kell hozzáadnod, és ki tudod próbálni, hogy milyen anyag ez. Ha meg nagyobb mennyiségre van szükséged, akkor nyilván akkor tudsz venni magadnak ilyen belárt hungarokkal, tárolnak a boltba. LPS ragasztó az márka függetlenül, keverhet be akármilyet, és akkor ki tudod próbálni magadnak is ezt a megoldást. Itt lehet látni, hogy közel mentem a sarokhoz és hullámzik, úgyhogy nem is nagyon akarom erőltetni. Nem attól félek, hogy lerogyik, hanem hogy ne menjen el a függőből a sarok. Könnyű legyen ezt itt a helyén tartani. Csak ott volt egy kis hiba benne, ami bántotta a szememet, és ezért belenyúltam, de már bánom is egy kicsit, hogy belenyúltam, mert minek nyúlok bele. Utána már csak arra kell vigyázni egész nap, hogy ne menjen ki a saroknak, úgyhogy... Majd reszelővel szépen be lesz igazítva ez a sík. De arra már ez így tökéletesen megfelel, hogy az ajtó félfát fogadja majd. Így. Itt nem kell glatvasat használni, a kőmeskanál átérte az egész szélességet, és így vigyázva, már erről az oldalról is föl van építve a sarok, és akkor, amit mondtam neked, ha ilyen vékonyabb a fölépítés, akkor csak így egyszerűen oldalra megtolod a vízmértéket, és már is engedte. És akkor most már láthatod, hogy a lehető legrosszabb ajtókávából is egy ilyen ajtókávát lehet kialakítani, ami már tökéletes lesz az ajtó fogadására. Szépen hozza a függőlegest, megvan a sarka,
és ráadásul vakolatjavítással egyben meg tudtam csinálni ebből az anyagból. Innen már tudok méretet venni, ugyanígy fogom kialakítani a másik oldalát is. Tehát innen most már tudok venni egy méretet, hogy meglegyen a 90-es ajtónyílás, és ezt én úgy találtam ki, hogy ott legyen egy 10 centis kávó almára néznie, és akkor utána, ha nem tudom, látja a kamera, hogy pont 100-ra vagyok. Ha oda beteszem a 10 centis vízmértéket, itt megtámasztom, és már is adja majd a lehetőséget, amihez kihúzom azt az ajtófélfát. Tehát így pontosan 90-es lesz a nyílás, mint ami kell az ajtónak a fogadásához. Úgyhogy a másik oldalát ugyanígy fogom elvégezni, itt láthattátok, úgyhogy ezt nem fogom megmutatni a videóban, mert semmi értelme, hogy megmutassam még egyszer. Ha akarjátok, újra nézitek a videót. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok és megnéztétek a videót. Mindenkinek szép napot kívánok, sziasztok!